Audira cseréltétek a polgárkat. Egy hófasz lett a hatalom szolgálat. Még nem fogtok bufni, ha minket pénztek szolgálnak. Azért vagyunk itt, mert a kormány törvénybe akarja foglalni, hogy a pártok közpénzből támogathassák a saját embereiket, családjukat, a haverjaikat és a hozzájuk közel álló szervezeteket. Az ország elszegényedése nem véletlen, és egyáltalán nem egy nyugati összeesküvés eredménye! Ez a fideszes elit olyan harácsolásba kezdett, amit csak mi, a magyar nép tudunk megállítani. Más vagyok, akinek nincs egy ingatlana sem a Pasaparkban. És másoktól ellentétben én pontosan tudom, hogy hány négyzetméteres a lakásom. Mire is van szükség? Szükség van a múlt bűneinek feltárására és a bűnösök leleplezésére. Szükség van a felelősségre vonásra, ahogyan szükség van az ellopott javak visszaszolgáltatására is. Én az a Tamás vagyok, akinek nincsenek szőlőbirtokai Tokajban, sem másoktól elvett földjeim Kishantoson, de még Felcsút környékén sem. Az a Tamás, aki még életében nem járt sem Dubajban, sem Új-Zélandon, és a Rolling Stones nem tartozik a kedvenc zenekaraim közé. Sajnos már csak múlt időben beszélhetek az én magányúdiamról, mert elvették. Módszeres kizsákmányolás folyik! Mindig egy adott réteg van a célkeresztben, míg a rendszer egy másikat bűnbaknak kiáltva egymásnak ugrasz. Így elfeledkeznek róla, hogy ez nem a másik csoport hibája, hanem a kormány aljas tette! Miközben az áfacsalások miatt több ezer tisztességes ember megy tönkre. Honnan van Lázár fiának budai villája? És a most elvenni szándékozott nyugdíjösszegek, kinek a pénzét gyarapítják majd? Engem az érdekel, hogy hány gyermek fogja ma este úgy álomra hajtani a fejét, hogy nem evett, hogy éhezik. Nem csupán törvénybe foglalják a saját tolvajlásaikat, nem csupán a magánvagyonokat nyúlják le, nem csupán az állami tulajdont tulajdonítják el, hanem kőkeményen beleszólnak a piaci viszonyukba, hogy a saját haverjaik, a CBA és Mészáros Lőrinc legyen az egyeduralkodó Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarország legyen az a jó hely, ahol érdemes élni, dolgozni, gyarapodni és gyerekeket szülni. Most lehetőség van arra, hogy változtassunk. Ez a változás bennünk van. Nem várhatjuk a pártoktól, nem várhatjuk senki mástól, csak rajtunk múlik ez a változás. Szerveződjünk, hogy változtassunk. Változzunk mi is, hogy változtatni tudjunk. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok! És tényleg még köszönjük nektek, hogy jól tudok, hogy most.